az jön a buli, hogy itt jön a betáplálós inverter. És ezzel meg lesz majd pluszba küldve, ugyanis itt elérte a maximális kapacitást, viszont az asztalos műhelynek jönnek olyan munkái, amihez viszont már vételezni kell a hálózatból áramot. És hogy ne vételezzenek a hálózatból áramot, ezért gyakorlatilag a szigetüzemű rendszer engedélyezésmentesen meg lesz toldva egy betáplálós inverterrel, gyakorlatilag egy betáplálós rendszerrel, aminek nem lesz kapcsolata a hálózattal, nem fog betáplálni, azért, mert neki a hálózatot a szigetüzem fogja biztosítani. Tehát úgy fog fölállni a betáplálós inverter, ugye ezt figyeli mindig a hálózati oldalt, hogy neki a hálózati áramot, a feszültséget a szigetüzemű rendszer mondja meg, ami neki az AC outjából kijön, az mutatja meg, hogy neki mennyire kell szinkronizálnia. Így. És hogy miért? Mert ez egy 10 éves betáplálós inverter, még működik legalább 10-15 évet, és az ára 60 ezer forint volt. Úgyhogy körülbelül az, hogy összehozza az ember ezt az invertert ezzel, kevesebb, mint 100 ezer forintba fog így kerülni. Ennyi. Úgyhogy érdemes elgondolkodni azon, hogy valaki tényleg, ezt cégek így nem szerelik, mert nem szerelhetik, viszont olyan technológiai fejlődések, tapasztalatok és tudások halmozódnak föl, amit hogyha az ember érdeklődik, és van egy-két ismerőse, és fölhívunk ilyen embereket, fölveszük a kapcsolatot olyan emberekkel, akik értik a bizonyos részét a dolgoknak, ilyen például a Lukács László, a Mikrosilver, a Mikrobi, akik egyes szakterületeket értik, és akkor abból össze tudod rakni. Utána, amit úgy gondolsz, hogy talán működhet, azt leellenőrizheted mással, most direkt nem mondom magamat, mert az nagyon fényezés lenne, de az a lényeg, tehát kell keresni. Erre jók a nyílt napok, a workshopok, és a minden. Úgyhogy jövő héten, igen, vasárnap, vagy jövő héten, szerdán 17-én Papkeszin, Rászoruló Családok programban, az egyik családon segítünk, egy mikrorendszert rakunk össze 24 voltosat, és ott workshop lesz. Oda eljöhetsz, és megnézheted az alapokat, hogy egy kis mikrorendszer hogy van összerakva. És ez a vége, amit itt látsz. Amit itt látsz. Érted? Tehát így működik.